Az idei tanévtől teljesen új arculatot vett fel a gazdaságtudományi kar, amely a honlap változását is érintette. Nyugat-Európában és Amerikában használatos médiaeszközöket építettek a honlapba, olyan felületet szerkesztettek, amely erősíti az összetartozást és az együtt gondolkodást. Ennek alapján GTK-s klubokat hoztak létre közösségi oldalakon, mint például az IVIV és a Facebook. Különböző közösségi alkalmazásokkal is próbálják közvetlenebbé tenni a hallgatókkal való kapcsolatot. A gazdaságtudományi kar weboldaláról egyszerűen navigálhatunk a GTK blogra, illetve a GTK wikire. A honlapnak ezen felületén találhatjuk meg az új információkat. Például Erasmusszal vagy a vizsgaidőszakkal kapcsolatos bejegyzéseket. Abszolút mértékben be van építve mind a honlapba, mind pedig mindegyik közösségi alkalmazásba egy monitoring rendszer, tehát folyamatosan ellenőrizzük, illetve figyeljük a mutatószámokat, hogy egyrészt honnan jönnek hallgatók, érdeklődők, másrészt mennyire használják az oldalt. Megjelenik a gazdaságtudományi kar ezen kívül a Twitter nevű mikroblogon, illetve a Flickr weboldalán, ahol az egyetemmel kapcsolatos fotókra lelhetünk. A napokban indították be a Skype fogadóórát, így a hallgatók akár a Skype segítségével is kérdezhetnek oktatóiktól. Aki rövid szöveges üzenetekre vágyik, az nyilván a Twittert használja, aki például a közösségi alkalmazásokat részesíti előnyben, az a Facebook irányába mehet, aki meg a hosszabb híreket, de személyes hangvétellel, az a blogot keresi fel, de nyilvánvalóan a középiskolások, illetve a mostani első-másodévesek azok, akik már mutatják az új irányokat. És Nyugat-Európában, illetve Amerikában már ez bevált szokás, hogy ezeket a közösségi felületeket alkalmazzák az egyetemek, főiskolák is, és úgy gondoltuk, hogy hát itt az ideje akkor nekünk is beújítani, még mielőtt a teljes szél ideér. Nyilvánvalóan a kommunikáció területe folyamatos változást mutat és fejlesztést igényel. Minden nap újdonságok és lehetőségek bukkannak fel, melyeket ki kell használni. Az újítások segítségével tökéletesítették a logó használatát, illetve nagyobb lépést tettek az új generáció felé. Ők már más felfogással rendelkeznek, mint az idősebbek, és a mindennapok szerves részeként kezelik az internetet. Egyetemista korba lépésük előtt fontos, hogy a kar együtt fejlődjön a technikával, a könnyebb és közvetlenebb kapcsolat kialakítás érdekében.